Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Mit akar megvalósítani? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A fő téma itt van középen. A kezébe veszi ezt a botot. És ez azt jelenti, hogy itt lesz nála egy új kezdet. Tervezi ezt az új kezdetet. Ez a bot jelképezi a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket. Itt látható egy uralkodó nő. Ennek két jelentése van. Vagy azt jelenti, hogy te vagy ez az uralkodó nő, ő feltekint rád, értékel téged, és ahogy itt látható, itt ez a hölgy állapotos, tehát itt lesz egy újjászületés, ezt szimbolikusan jelenti a kép. De amit ez az uralkodó nő még jelenthet, hogy valaki uralkodik felette, az is lehet, hogy parancsolgat neki, és ő ezt most nem tűri, hanem kimutatja itt a bátorságát, hiszen ez a bot jelképezi a tűz elemét. Itt láthatóak az érmék ezen a képen, ez lehet egy pénzügyi dolog, vagy utal a munkájára. Az is lehet, hogy a munkahelyén uralkodik valaki fölötte. Mivel itt az egyiknek mindene megvan, a másik kap ezekből az érmékből, a harmadik az odafigyel, de nem kap semmit, tehát itt igazságtalanságokról van szó. Ez lehet egy pénzügyi dolog, vagy a munkahelyén. De ő kezébe veszi ezt az érmét, odafigyel rá. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy ügyel az anyagiakra. Amit az érmék még jelentenek, a belső értékek. Mivel itt igazságtalanságokról van szó, akkor az azt jelenti, hogy ő nem kapja meg a megbecsülést, amit ő megérdemelne. Itt láthatóak a kelyhek, amik utalnak az érzelmekre. Ez a kép jelenti az álmokat. Ha ebben ő hisz, akkor ez az álom megvalósul. Az is lehet, hogy te jelensz meg az ő álmaiban. Itt szintén az érmét látjuk, és ez utal az anyagiakra, vagy a munkájára, itt kezébe veszi a dolgokat, és szeretné azt, ha itt lenne fejlődés, ha előre mennének az események. De mint említettem, ez az arany érem utalhat a belső értékekre is, és szeretné azt, ha mások értékelnék őt, vagy te néznél fel rá. Ez a ló jelenti a mozgást, ez lehet sport vagy autó is. Például egy autó vétele. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Ez lehet egy családalapítás, vagy egy ingatlan. A háttérben ott van az a kastély. De itt nem csak anyagiakról van szó, hanem itt láthatóak a kelyhek, tehát érzelmekről. Ő keresi a kapcsolatot veled, közeledni akar, szeretne egy új kezdetet, a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, a családot, de utalnak gyakran egy új kezdetre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!